És akkor, ahogy ígértem, drágáim, megmutatom, hogy mi az az óriási nagy trükk, nagy felfedezés, nem az egyébként, és lehet, hogy már rég rá is jöttetek, de hogy mi az, amitől vállalható lesz a hajad, és nem kell órákat tölteni hajformázással. Az elején, tehát megmosod, raksz rá hajformázott minden úgy, ahogy akarod, és megszárítod a tövét, úgy, ahogy azt az első videómban mutattam ebből a lejátszási listából, tehát a tövét meg kell szárítanod, ezt nem úszod meg. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, jó felé álljon a tövetet, ez nagyon fontos, különben nem tudsz vele semmit kezdeni. Utána csak úgy megszárítod a hajad, vagy elmész, megreggelizel, megszárad magától, és amikor mindez megvan, addigra megszárad a hajad, bemész a fürdőszobába, előveszed a simítóvasadat, és átvasalod. És azzal, hogy átvasalod, meg tudod közeli erre csinálni a hajadat, mindjárt mondom, hogy mikor nem, mármint, hogy ilyen plastikusra, ilyen fényesre, ilyen bedolgozott végűre, vagy hogy mondjam, tehát amikor nem áll így 50 felé a vége, tudod, hanem úgy néz ki, mint hogyha be lenne szárítva, és tök hamar megvan az egész. Hajvasalásról már volt többféle videóm, meg hogy mire kell figyelni, meg nem tudom, nézzétek meg azokat a videókat, nem fogom most még egyszer elmondani, de az a lényeg, hogy akkor is a tövét mindenképpen szárítsd meg, és utána, ugyanúgy, ahogy a hajszárításnál fogod, felcsipeszeled, leválasztod, ez most hideg, úgyhogy semmit nem fog csinálni, de szépen ugyanabba az irányba, ahogy te szeretnéd, hogy álljon, ahogy egyébként szárítani akartad volna, szépen átvasalod. És jössz, és nem csak a végeit vasalod, mert tudom, hogy te azon izélsz, hogy jó, mert a vége nem úgy áll, meg izé, de nem. Attól még megfogod az egész hajtincset, és elkezded nagyon közel a tövéhez szépen lehúzni. És utána beigazgatod abba az irányba, amelyikbe szeretnéd, hogy álljon, és hidd el, hogy kb. Pont ugyanezt fogod elérni. Ez volt a nagy trükk. De egyébként életmentő. Hővédőt mindenképp használjál rá, mert csak akkor életmentő. Hogyha nem használsz rá hővédőt, akkor kész, ott vége a hajadnak, mert kétszer-háromszor átvasarod, aztán elkezd törni, elkezd először kiszárad, először ilyen gubancos lesz, fénytelen, akad, aztán elkezd törni, aztán utána meg vagy letörik, vagy találsz egy fodrászt, aki levágja. Volt hosszú haj, nincs hosszú haj. Szóval én ezt a helyetekben nem kockáztatnám meg. De a lényeg az az, hogy amikor olyan hajad van, ilyen semmilyen szar, mint az enyém, hogy nem áll sehogy meg, én ezt úgyis csak összekötöm meg, és akkor, na, akkor vesd be ezeket a hajformázási trükköket, praktikákat, amiket már itt mondok egy ideje, mert hát vagy vágasd le, vagy csináltass magadnak egy olyan frizurát, aminél nincs az a menekülő útvonal, hogy úgyis csak összekötöm. Hanem akkor legyen az, hogy nem tudod összekötni, de akkor meg mindig meg kell mosni, meg be kell szárítani. Hogyha van egy ilyen fél hosszú hajad, és megszárítod ezt normálisan, akkor azért ezt nem akarod majd összekötni, mert be van szépen szárítva, és kinéz az valahogy. És egyébként is én meg tök utálom, amikor valaki akkor köti össze a haját, amikor már zsíros, meg amikor már nem áll sehogy, tehát azt inkább meg kéne mosni szerintem. Ez, ha már izzadt vagy és büdös, akkor nem rád dezodorálsz, hanem megmosakszol, ugye? Tehát ez a hajaddal is ugyanígy van szerintem. És hogyha szépen be van szárítva, később fog zsírosodni, illetve azért azt hadd jegyezzem itt meg, hogy összekötve is csak akkor mutat jól, hogyha az valamikor szépen be volt szárítva. Tehát hogyha van egy ilyen olyan hosszú, félhosszú vagy hosszú hajad, ami nincsen szépen beszárítva, hanem csak megszáradt valahogy, és azt kötöd össze, az ugyanolyan igénytelen, mint hogyha, nem tudom, mint hogyha ha ilyen gyűrött göncökbe mászkálnál. Tehát meg kell szépen mosni, és hogyha ezt utána megbeszélteni, és ezt összekötöd, akkor ez jól néz ki. Na, ennyit szerettem volna elmondani. Ne utáljatok azért, mert én közlök veletek ilyeneket. Inkább iratkozzatok fel a csatornámra, és legyetek itt máskor is. Sziasztok!